Ez az a 240 kg súlyú mobil röntgenkészülék, amelyel a jövőben könnyebbé és hatékonyabbá válhat a Nyíregyházi Józsa András kórház betegeinek kivizsgálása. Az eszköz érdekessége, hogy az intézmény a megyeszékhely lakosainak köszönheti beszerzését, kiemelve két vállalkozót, akik útjára indították a kezdeményezést. Dudás László és Humicskó István még márciusban fordultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítványhoz, végül pedig nem kevesebb, mint 203 személy csatlakozott az akcióhoz. A civil összefogás összesen közel 37 millió forintot eredményezett, ebből az összegből vásárolhatta meg az intézmény a röntgenberendezést. Legelőször ugye ez volt a legnagyobb feladat nekünk kitalálni azt, hogy hogy tudjuk úgy összegyűjteni akár a vírustesztelőgépre, akár erre a röntgenkészülékre úgy az összeget, hogy nem érintkezünk pénzzel, és nincs az, hogy mi ezzel kapcsolatba kerülünk. Ezért ez volt a feladat nekünk a legnagyobb, hogy hozzunk létre egy alapítványt, illetve hogy tudjuk ezt összehozni. Sikerült megtalálnunk a kórház, ugye a kórházi ismerős révén sikerült megtalálni a kórháznak ezt az alapítványát, és gyakorlatilag így leegyszerűsödött a folyamat, és könnyen el tudtuk nyitani ezt az egészet, nem kellett rá sokat várni. Az új berendezést elsősorban intenzív terápiában részesülő fekvőbetegek vizsgálatára fejlesztették ki, akik súlyos állapotuk miatt nem vihetők a beépített nagy kapacitású röntgenkészülékhez. Az intézmény radiológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a hordozható röntgenkészülék használata a járvány elleni védekezésben is fontos szerepet tölt majd be. A dolgozók, illetve a többi beteg biztonságának szempontjából is nagyon fontos, hogy azon a helyen, ahol fertőzés gyanús vagy fertőzött betegeket kezelnek, legyen egy olyan készülék, amit nem kell elmozgatni a kórház épületéből, mert nyilván ezeket a betegeket nem tudjuk a radiológiai osztályon, nem tudunk a radiológiai osztályon felvételeket készíteni róluk, úgyhogy emiatt fontos, hogy abban az épületben is legyen egy mobil röntgenkészülék. De a készüléket nem csak a járványügyi helyzet ideje alatt tudjuk hasznosítani, hanem egyébként is, mert nem csak a fertőzött betegeket, hanem súlyos állapotú betegekről is készül helyszíni felvétel. A kórházban több ilyen részleg is van. A kórház főigazgatója az eseményen azt emelte ki, a kihívások és nehézségek mellett pozitív hozadéka is volt az elmúlt hónapok járványhelyzetének. A Dorján Gusztáv elmondta, ilyen mértékű társadalmi összefogásra korábban sem az intézményben, sem pedig a városban nem volt példa. Hozzátette, ezzel és a korábban a Bige Holding által adományozott vírustesztelő műszerrel már mintegy 100 millió forint értékben gyarapodott a kórház eszközparkja. Nagyon érdekes, hogy lelassult a világ, és embereknek eszébe jutott, hogy lehet segíteni is. És ez a segítségnyújtás, ez tükröződik itt a mai napban is tulajdonképpen, hogy egy vállalkozói csapat, hogy így fogalmazzak, egy vállalkozói csapatnak eszébe jutott, hogy szeretne valamit adni a kórháznak. Ami nagyon fontos volt, hogy nem határozták meg, hogy mit, hanem megkérték azt, hogy mi mondjuk meg az intézmény, hogy mire is lenne szükségünk. Így jött az az ötlet, hogy egy ilyen mobil röntgen készüléket szerettünk volna beszerezni, ami országosan is különleges. A Dorján Gusztáv hozzátette, a megyében működő egészségügyi intézmények hatékony munkáját bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében senki nem hunyt el koronavírus következtében, a kórház pedig már dolgozik az esetleges második hullámra való felkészülésen.